mi a telefonokat az asztalra. Jó szemüveget. Ez az hozzájára. Nem fog leesni? Akkor kezdhetjük? Akkor kezdenek. Köszöntünk mindenkit, és szeretettel üdvözöljük egyenlőre a beszélgető asztal mögött a Semi Holzen tagjait, akik este a koncertszínpadon kint a Király réten fognak még jobban bemutatkozni a zenei oldalukról is. Én akkor megkérem a fiúkat, én itt körbeadom a mikrofont, légyszeres mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy mi a szerepetek a színpadon, és milyen hangszereken vagytok, és mit csináltok a zenekarban. Sziasztok, hát mi lennik a Semi Holzen, én Orovész Gabi vagyok, és én vagyok a bőgős a zenekarban. Sziasztok, én Kóbori Dávid vagyok, és a dobos vagyok. Sziasztok, én Kobák Olivér vagyok, és gitáros vagyok, és ilyen midi kütyű dolgokkal is foglalkozom. Sziasztok, Szabó Nándor vagyok, én gitározok és vokálozok. Sziasztok, Nádasdy Peti vagyok, férfi vagyok, színpadon éneklek, a zenekarral együtt társulok. Jó, hogy nálam maradt. Így van. Oké, érte, nagyon jó. Én meg azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogyan alakult a Semi Holzen, hogy hol van ennek a gyökere, és akkor megy vissza most a Nádasdy Petihöz. Ennek a gyökere 1964-ben nyúlik vissza, amikor a Fateri elvégezte Nyitrán a pedagógiai főiskolát, nem. 2009-ben alakult a zenekar, eredeti felállása úgy volt, hogy... Nádasdy Péter ének, jó magam Szabó Nándor gitár és vokál már akkor is, illetve Dávid, aki dobolt, tehát ez volt a kezdő zenekar, és aztán bővült tovább, úgyhogy adom is a mikrofont. Igen, aztán egy évre rá én következtem, azért állítólag, mert Petit gátolta a gitár, és ezért jöttem én gitározni. És igazából azóta vagyunk teljes zenekar, amióta össze... Tulajdonképpen úgy kezdődött az egész, hogy miután kivált Péter és Dávid a Waterfallból, ketten eldöntötték, hogy kéne folytatni ezt az egész zenélést, és csatlakozott hozzájuk Nándi. Eleinte próbálták ezt úgy megoldani, hogy bőgős nélkül, hát kisebb nagyon sikerekkel. Felkerestek engem többször is, aztán elég sok időt elvett a tanulmányaimból ez a dolog, elvett volna tulajdonképpen, és nem tudtam csatlakozni, de aztán végül Péter rászedett. És hát jól tetted, ez így, ahogy mondod, nagyon jó volt. Zenéltünk sokat próbáltunk, és 2009. december 25-én volt az első koncertünk, ami felejthetetlen volt tulajdonképpen, mert ez egy, hát mondjuk, hogy az első mérföldkövünk volt. Nagyon jó volt, és elég sokan eljöttek, és minket ez nagyon inspirált, és tolt minket tovább ezen a pályán. És igen, Oli... A másik éven, májusban... 2010-ben jött hozzánk Oliver. Na, most Pün Péter magyarázata. Mert hogy azt mondta, hogy még csak itt tartanak gombaszögön a krasznahorkai táborban. Abszolút nem így gondoltam. Én úgy gondoltam, hogy sokkal kevesebb év telt el azóta, amióta megalakultunk. De most kiderült, hogy 3, és hogy tulajdonképpen, hogy nem, miért? Miért van ez? Tehát, hogy most azt gondolom, hogy most érkeztünk mérföldkőhöz ezzel a mai koncerttel, pontosan azért, hogy égre megmutatkozhatunk Krasznahorka Várján, és nagyon szépen köszönünk a szervezőknek, és talán itt majd megmutatkozik, hogy érdemesek-e vagyunk arra, hogy tovább lépjünk. Ennyi. Említettétek a Volt formációt, a Waterfallt, ugye, ami megelőzte a Semi Holzent. Ez milyen zenekar volt, és kérdezem elsősorban a Volt tagoktól, tőletek kettőtöktől, hogy miért éreztétek szükségét, hogy kilépjetek belőle, és valami újba kezdjetek?
Hát mi nem annak éreztük a szükségét, hogy kilépjünk belőle, hanem ez a banda egyszerűen csak feloszlott igazából, tehát csak innentől kezdve döntöttük el ketten, hogy mi tovább lépünk, és belekezdünk egy új formációba, és igazából így jött létre a Szemi Halszem. Egyébként az egy ilyen popos formáció volt a dolog, csak az feloszlott, így Peti is, én is valamivel keményebb stílust képviselünk így, amiket szeretünk, ezért ez a Szemi Halszennel jött létre szerintem, tehát hogy ebben teljesül ki pontosan, hogy tehát ebben nyilvánul meg igazából, amit inkább jobban szeretünk, mint a Waterfall volt stílusban, úgyhogy igazából ez így jött létre, ez a dolog. Meséljetek nekünk arról, hogyan írjátok a dalaitokat. Úgy tudom, hogy nagyon érdekes módszerrel léptek hozzá, ugyanis olyan tervetek van, hogy nem csak magyarul, hanem angolul, sőt most már olyan céljaitok is vannak, hogy szlovák nyelven is fogtok énekelni, szlovák nyelven is megszólaltok. Hogyan keletkeznek, melyik nyelven először, és ki írja a dalokat, ki írja a dalszövegeket, ki szerzi a zenét? Hát tulajdonképpen az első felálláskor, amikor Nándi Dávid és én voltam a zenekarban, akkor ez úgy működött, hogy tehát én hoztam számokat, illetve Nándi, és aztán összeraktuk ezt így közösen hárman. Aztán, hogy tovább, hogy csatlakoztak a zenekartagok, a zenekarok közösen írtuk ugyanígy tovább a dolgainkat. Tehát az első, a hármasban akkor már elkészített számaimat próbáltuk megvalósítani, aztán már közösen raktunk össze számot. Aztán idővel ez átment abba, hogy közös zenélésen kívül is, tehát közösen összerakott számokon kívül is tanultunk be számot, amit főképpen Oliver Kobák írt. Tehát most átöntünk abban, mivel keveset találkozunk, hogy ő összerakta a számokat. Hát szóval ez az egész úgy jött, hogy a zenekar eldöntötte, hogy szeretnénk valami elektronikai hangzást a zenébe, ezért elkezdtünk ezzel foglalkozni, nekem ez nagyon megtetszett, és elkezdtem zenéket írni, számokat írni. És akkor arról szólt az egész, hogy megírtam egy alapot általában, vagy még mindig megírok, átküldöm Petinek, Peti kitalál rá valami éneket és szöveg, és ennyi. Általában először a zene van, meg utána a szöveg és az ének, és hát most itt tartunk, hogy így születnek a számok egyenlőre. De hát ez főleg azért van, mert keveset találkozunk, és jobb így interneten kommunikálni, mint élőben. Még azt akartam mondani, hogy ez az nyelv... a nyelvünkkel kapcsolatban, hogy ez régi cél volt, és megvalósítatlan cél, hogy három nyelvű legyen a zenekar, tehát most, tehát hogy három piacra nyissunk, és akkor az lenne, hogy a már a meglévő számokat, tehát angol azért az alap, meg a magyar, és akkor aztán beszeretnénk dobni egy-két szlovák szövegű számot is, kipróbálni, hogy egyáltalán van-e igény a szlovákok részéről a mi zenénkre, illetve a mi zenei világunkra. Engem az érdekelne, hogy ugye ti mindannyian helmeciek vagytok, király helmeciek helyjel közel, de tudja, hogy egy környék. Hol tudtok próbálni, vagy hol van erre módotok, és akkor esetleg még abba is belemehetnénk, hogy ezt mennyire tudjátok összeegyeztetni a saját privát munkátokkal, mert hogy tudom, hogy mondjuk Petivel előbb beszéltük, hogy most Kassán van évközben, nyilván a nyári szünet alatt odahaza, de hogy jobbára ti nyilván végzitek a saját munkátokat a civil életben. Rám jutott a szerep, hogy erre válaszoljak. Egyértelmű, nagyon nehéz, ugyanis a zenekarból most már csak ketten Kassán vannak. Gabi ő hazatérte a tanulmányának a befejeztével, Dávid pedig Budapesten lakik, úgyhogy ez itt tényleg nehéz, én magam meg pedig szintén Király Helmecen vagyok. Ugye mindenkinek van civil foglalkozása, vagy még tanul, így elég nehéz összeegyeztetni. Azt gondolom, hogy számunkra nem maradt más lehetőség, mint amit a Oliver az előbb elkezdett mondani. Én tanítok, egy alapiskolában tanítok alsó tagozatos pedagógusként. Tehát visszatérve arra, hogy hogyan próbálunk, az imént Oliver már elmondta, hogy átküldi e-mailben a daloknak a tervezeteit. Ezeket
jó részt otthon tudjuk begyakorolni, és aztán jön egy közös próba, ahol pedig kialakul a dalnak végül is a végleges formája. Az előbb itt felcsendült némi önkritika, önirónia Peti részéről, főleg azzal, hogy mi az, hogy még csak itt tartunk. Én úgy tudom, hogy ti nem is olyan régen, tavaly decemberben megnyertetek egy nagyon nehéz tehetségkutatót Magyarországon. Úgy hívták, hogy hangfoglaló. Mit meséltek nekünk erről? Mire volt ez jó abban, hogy elősegítse a pályafutása át a zenekarnak? Kezdjük itt. Tulajdonképpen ez úgy volt, hogy Budapesten bejelentkeztünk egy tehetségkutatóra, a Pulzusra, és elég jó helyezést nyertünk, harmadikok lettünk, de viszont... Nem, azért egy kicsit több volt, mint három, több zenekar volt. Nagyon-nagyon jó zenekarok voltak. És hát sikerült elérni ezt a helyezést, de ebbe az volt a szép, hogy ebbe a hangfoglalóra azok a zenekarok jutottak be, akik magyar nyelven énekeltek. És mivel, hogy az első helyezett tényleg nagyon tehetségű zenekar volt, ettől függetlenül mi jutottunk be, mert ez külön szavazás alapján... Igen, szóval igen, ezt megnyertük, és tovább jutottunk, és... Hát igyekeztünk, nagyon sokat próbáltunk erre a hangfoglalóra, és hát igazából ez már csak annyit tudok hozzátenni, hogy sikerült megnyerni, és 10 000 zenekarból elsők lettünk, és miénk lett a fődíj, úgyhogy ez egy nagy dobbantó volt számunkra. Engem pont ez érdekelne. Miután lefutott ez a tehetségkutató, kaptatok némi média visszhangot is, ugye? Kerestek-e titeket rádiók? Kiadók? Hogyan látjátok? Jó, és akkor elmondjuk. Hát, igazából mi szerettünk volna próbálkozni, nem tudom, hogy Oliver, inkább te mondod el, vagy mondjam én. Próbálkoztunk az MR2 rádiónál, beküldtük a CD-nket, de sajnos nem kaptunk rá választ. Ami viszont pozitív, azt hiszem elmondhatjuk, hogy jövő hét kedden a Tusványoson játszunk, és ott pedig egy fél órás riportunk lesz az MR2-vel. Érdekes. Szerintem nekik... És mindegy. Mert ez csak nekünk van, ugye? Ez a beszélgetés. Tehát, hogy ami ciki az, hogy mi beküldtük a felvételeinket, az egy ilyen kísérő levél, hogy megnyertük ezt a tehetségkutatót, ahol azt a választ kaptuk, hogy azért nyertétek ti ezt az össztehetségkutatót, mert ez tulajdonképpen 11 tehetségkutatónak a győztesének volt, ezért 10 000 zenekar a globális győztese, szóval azért nyertük mi, mert mi vagyunk az a zenekar, aki az új magyarországi zenei irányzatot képviselheti, hogy ennek az MR2-n a helye, bla bla bla, holott mi meg voltunk arról győződve, ugye beszéltek mindannyiunk nevébe, hogy nem mi voltunk lehet, hogy technikailag a legjobb zenekar, mi is meg voltunk lepődve, hogy mondják már meg a választ, de hogy ti vagytok azok, akik. Erre beküldtük a CD-nket, semmi válasz nem érkezett, soha, tehát ezt nem az volt, hogy kétszer is beküldted? Tehát, hogy tehát írtuk, hogy mi vagyunk ez a zenekar, ezért nyert, ezért próbál semmi. E-mailt posta, és aztán most meg ez a helyzet van, hogy nem jelentkeztek, de az MR2-n élő beszélgetés lesz azzal a zenekarral, aki tulajdonképpen beküldte a cuccát, csak nem játszották le soha annak ellenére, hogy megnyerte ezt a tehetségkutatót. Tehát furcsa ez a dolog. Én örülök neki, hogy eljött ez a lehetőség is. Nem orrolunk senkire, csak érdekesnek tartom azt, amikor valaki behatárol valakit valamilyen stílusban, hogy komolyan ez az, amit képviselni kéne, és aztán amikor megadod magadnak a lehetőségeket, akkor nem kapsz rá semmilyen választ. Na, kicsit belementünk itt a problémakörbe, de mondjuk mi a helyzet egy felvidéki magyar, vagy egy szlovákiai magyar zenekarral? Tehát milyen esélyekkel indul, akár hazai, akár magyarországi, de bármilyen külföldi szinten? Mennyire, milyenek a visszajelzések, vagy hogyan állnak ehhez az emberek? Meg hogy látjátok egyáltalán, most nyilván biztatni kéne a fiatalságot, de hogy van értelme nekiállni és csinálni és dolgozni? Van jövője egy szlovákiai magyar bandának?
Én azt gondolom, hogy ha valaki azért kezd el zenélni, mert profi zenész akar lenni, és ebből akar megélni, akkor nem. Tehát vagy azért zenél, mert szeret zenélni, és össze tudja egyeztetni akár mint mi ez az öt ember, hogy mit fogunk játszani, és az mindenkinek megfelel, vagy akkor tényleg ne kezdjen bele. Ez a zene szeretetéről szól, én ezt gondolom. A másik dolog pedig az, hogy fölöslegesen várja bárki is, hogy egy ember majd megjelenik, és az azt fogja mondani, hogy majd én befuttatlak benneteket, mert van rá kapcsolatom. Ilyen nincs. Ilyen nálunk nincs. Nekünk még talán olyan szinten is pekünk van, hogy egy nagyon pici városból érkeztünk, az ország legkeletibb csücskéből, ahol nagyon kevés lehetőségünk van arra, hogy akár klubokban, akár bárokban fellépjünk. Ahhoz, hogy rendszeres fellépéseink legyenek, ahhoz el kellene mennünk egy nagyvárosba és felkeresni az egyes klubokat. Tehát a menedzselés saját magunknak kellene felvállalni. Na most pont az a nehézség számunkra, hogy mindenki szanaszéjjel van 500 kilométeres körzeten belül, hogy ezt összeegyeztetni, ez szinte lehetetlen. Ennek ellenére érdekesen működik a dolog, hogy mégis tudunk egyeztetni, és amikor összejövünk, és van, és megadja a Jóisten, hogy együtt próbáljunk egy héten vagy 10 napon keresztül, ami irreálisnak tűnhet, akkor van valami különös ilyen szimbiózis, amit megtaláltunk egymással kapcsolatban, hogy ilyen egy-két nap után működik. Tehát, hogy nagyon kevés kéne ahhoz, hogy ez tovább fejlődhessen, vagy tovább ugorasson még egy levellel. Azt gondolom, hogy ez a mai koncert is segíthet abban, hogy tovább lépünk, és hogy többen megismerjenek, és ugyanúgy a Tusványosi is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megkaptuk a lehetőséget, és remélem, hogy élni tudunk vele. Aztán meg, hogyha tojást fognak dobálni, én például kimondottan szeretem a tojást. Tehát, hogy hát ilyen, hát mint rántotta. Akkor még egy kicsit ezt a kérdést közelítsük meg más szempontból is. Szerintem nagyon fontos itt azt is megnézni, hogy ki az a célközönség, akinek játszotok. Van-e célközönségetek, vagy azt mondjátok, hogy mi művészek vagyunk, LARP pur LARP, és nem foglalkozunk ilyenekkel? Igazából igyekszünk minél úgymond populárisabb számokat írni, tehát nem a szószoros értelemben, nem pop számokat, csak hogy minél populárisabb legyen, tehát hogy az minél több emberhez eljusson, illetve minél több embernek a fülébe bejusson, beágyalja magát, tehát hogy ez minél befogadhatóbb zene legyen. Tehát a célközönség nyilván minél több emberhez eljutni, igazából ennyi a lényeg. Aztán elég sok oldalú stílust játszunk igazából, de mégis szerintem meg lehet fogalmazni, hogy egy ilyen egységes, egy ilyen Sammy Hansen stílus az megvan. De azon belül hát vannak keményebb számaink, vannak lágyabb, táncolósabb számaink. Úgyhogy szerintem mindenki megtalálja a magának megfelelő stílust. Ha eljön a koncertünkre, biztos lesz néhány szám, amit mindenképpen élvezni fog, és talán utána is néz majd az interneten, meghallgatja, mert megtetszett neki. Akkor legyen ez a záró mondat. Szeretnétek még valamit kívánni nekünk, közönségnek? Azt, hogy mindenki érezze úgy magát, úgy magát, hogy a legjobban szeretné egy kurva jó koncert láttán. Mi igyekezni fogunk beleadni apait, anyait, aztán remélem, hogy aztán itt fogok fürödni 2:30 hajnalban. Köszönjük szépen még egyszer, a Sammy Hansent láttátok, hallottátok.